Sziasztok, itt vagyok a Glamour Diátadon, és Solti Ádám áll velem szemben. Szia, mi újság? A legsármosabb férfi díjért voltál te is harcban. Itt Nagy Sanyit már kifaggattuk erről. Te mit szóltál a jelöléshez? Rendkívül örültem a jelölésnek, és hát sajnáltam, hogy nem én kaptam meg a legsármosabb pasi a díjat. De hát hátha jövőre is jelölnek, és akkor még jobban fogok igyekezni, hogy én legyek a legsármosabb. Én azt olvastam rólad, hogy te annyira nem számítottál erre, mert hogy te nem tartottad magad soha olyan hú, de mondjuk George Clooney-nak, de hát ezek szerint mégis az vagy, mert hát mégis jelöltek erre a díjra. Hát ez igaz igazából, tehát én sose tartottam magam sármos, vagy nem tudom, tehát mindenkinek ez annyira szubjektív, tehát nem, vagy inkább úgy fogalmazik, hogy nem volt olyan túl sok visszajelzés korában, tehát kamaszkoromban nem dőzsöltem a nőkbe egyáltalán, és ezért nem tartottam magam annyira sármosnak. Hát hála Istennek a hallgatók, illetve az olvasók ezt másképp gondolták, ugye a Glamour olvasói másképp gondolták, és így tényleg nagyon örültem a jelölésnek. Úgyhogy, de jövőre, hát ha ingyerem meg, nagyon fogok igyekezni. Még több konditerem, még több, nem tudom mi, még több barátok közt. A barátok közben azért egy olyan picit rossz fiút játszol, aki érzelmileg nehezen nyílik meg, és ez azért a nőknek mindig olyan pikáns és vonzó dolog. Lehet, hogy ez is rájátszott arra, hogy téged idén jelöltek? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, ezzel nem gondolkodtam még. Lehet. Biztos ezért nem nyertem én, mert hogy a mert a bokros áram egy olyan csajozós figura, ami igazából negatív karakter, de minden negatívban van egy kis pozitív. És egyébként minden fiúban van egy kis bokros áram, biztos vagyok benne. Mindenkinek volt egy olyan korszaka, hogy így nagyon megy neki a szekér, úgymond, ugye a csajozásban, szerintem. A karaktered az ilyen szempontból, tehát magadból is a te kicsit rosszabbik énedet ilyenkor előszeded, vagy pedig így nagyon távol áll tőled a karakter? Csak filmeket tudok idézni, nem tudom, Ryan Phillip a Keretlen játékokban, ez teljesen tökéletes. Csak egy példa, hogy felhívja a csajt teljesen indokolatlanul azért, hogy gondoljon rá. Rajta van a szemüveg, és megkérdezi, hogy ne haragudj, csak azt akartam kérdezni, hogy nem felejtettem ott véletlenül a szemüvegemet? És akkor ugye rajta van a szemüveg, mint hogy nem. Utána bevallja, hogy hát leginkább azért hívtalak, mert hallani akartam a hangodat. Tehát direkt előre vallomással zavarba hozva a nőt, ez az a stílus, amit Bokrosár nem igazából próbál felszínre hozni, illetve így próbálja a karaktert játszani. Még a végén kiderül, hogy te is nagyon jól értesz a nőkhöz. Abszolút nem. Abszolút nem. Na hát akkor sok sikert kívánok neked, hogy továbbra is jelöljenek hasonló díjakra, és lássunk minél többször a barátok közben. Köszönöm szépen, szükségem van rá. Szavazzanak jövőre is. Hát ha. Köszönöm. Hova ilyen hipersebesen? Várj csak, most jön a lényeg. Azt tudod, hogy Kaszás Bence készíti a legjobb fotókat? www.kaszásbence.hu www.objektivfoto.hu Legyenek neked is sztárfotóid. Média partnerünk. Tetszett ez a riport? Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is, facebook.com/divatikon.